Jó estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. Mai adásunkban először a hírblokkunk következik, melyben röplabda, labdarúgás és birkozásé lesz majd a főszerep. A gyöngyösi röplabdaesi női 17 éves lánycsapata is bemutatkozott, immár hivatalos a Magyar Röplabda Szövetség által kiírt versenyen. A gyöngyösi klub új lány alakulatát Daniel Orovec edző karolta fel a nyáron, és kezdte meg a felkészülést a maroknyi egységgel, akik mára már komoly csapattá formálódtak. A lányok a 2022-23-os korosztályos serdülő bajnokság őszi szezonjának pontvadászatát hazai környezetben kezdhették el. A gyöngyösi röplabdaese nagy szurkoló érdeklődés mellett a Salgótarján és az Eger ellen lépett pályára. A nógrádiak ellen ügyesen játszottak a gyöngyösi lányok, és kiváló nyitásokkal operálva magabiztos 3-0 arányú győzelmet arattak. A nap második mérkőzésén a rutinosabb erőkből álló Eger ellen szoros csatában, de végül 3-1 arányú vereséget szenvedtek. Folytatás október 30-án, ugyancsak hazai környezetben, a Váji Nagy Károly tornacsarnokban. A Heréd LC otthonában is magabiztos játékkal nyert a Gyak a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójában. A mérkőzésen végig domináló gyöngyösi fiúk végül 5 perc alatt rendezték le a 3 pont sorsát. Orovec Botond a 67. míg Szilágyi Norbert a 70. percben szerzett gólt a zöld-fehér egység részére. A hazai csapat edzője Molnár Zoltán véleménye szerint jó iramú mérkőzésen a gyöngyös a második félidei játékának köszönhetően gyűjtötte be a 3 pontot. Míg Majzik Zoltán a gyöngyös edzője dicsért a csapata minden játékosát, akik ezen a napon kimagasló teljesítményt nyújtottak a jó erőkből álló Heréd ellen. Majzik edző elmondása szerint most elsősorban csapatként volt erősebb a Gyak, és ennek köszönhette győzelmét. A folytatásban a 9. fordulóban újra hazai pályán a Kömlei Károly Sporttelep füves pályáján szombaton 16 órakor a Maklár érkezik majd a Mátra lábához. A Bélapátfalván vendégeskedő Energia SZ gyöngyös csapata a tabellán 3. helyen álló Bélkő SE ellen értékes 0-0-ás döntetlennel zárult 90 percet tudhat magáinak. A hazai csapat edzőjének véleménye szerint magas színvonalú, korrekt játékvezetés mellett küzdelmes mérkőzésem először nem sikerült gól szereznie Horváth Tamásnak és csapatának, megvoltak ugyan a lehetőségei, de kimaradtak, így rugott és kapott gól nélkül zárták a 90 percet egy intelligensen futballozó csapat ellen. A gyöngyösiek mestere Tatár Roland összefoglalójában elmondta, a mérkőzésnek voltak periódusai, amikor egész tűrhetően futballoztak, de az ellenfélnek is voltak lehetőségei. Sok sikert kívántak a bélapátfalviaknak, az Energia a következő 9. fordulóban pihenőnapos lesz. A gyöngyös halász 0-0-ás félidőt követően némi meglepetésre 1-0 arányú vereséget szenvedett a Marsalase Andornak táj csapatától hazai pályán. Török János edző értékeléséből kiderült, elégedetlen játékosai teljesítményével, és dicsérte az ellenfelet, akik látható módon győzni jöttek halászra, amit végre is hajtottak. A gyöngyös halász a következő fordulóban a listavezető Lőrinci otthonában vendégeskedik majd, de ezúttal már nem Török János edző irányítja a csapatot. A klub új megbízottja ezen a poszton Labanc Róbert lett. Zsirka Szabolcs szenior birkozó egy évvel ezelőtt Görögországból érkezett haza, ahol mint szenior birkozó képviselte Magyarországot és szűkebb hazánkat világbajnokságon a 70 kg-osok mezőnyében. A gyöngyösi kötődésű sportoló akkor egy kubai versenyzővel szemben már az első körben kiesett. Szabolcs nem adta fel a küzdelmet, és egy év után újra próbát tett a VB-n, amit idén októberben Bulgáriában rendeztek meg. A birkozó most a 62 kg-os mezőnyben lépett szőnyegre, és az 5. helyig jutott előre. A negyeddöntőben attól a Finnországból érkezett versenyzőtől kapott ki, aki egy váldobással később a súlycsoport VB aranyérmese lett. A gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség által szervezett Kispályás Labdarúgó Bajnokság a végéhez közelít. Pontosabban az első osztály küzdelmei már befejeződtek. Az aranyéremért folytatott küzdelemben a Bezzeg épület, valamint a Vama futott nagy csatát, és az utolsó mérkőzésen ráadásul egymás elleni találkozón dőlt el az aranyérem sorsa. A 2x20 perc alatt sok izgalom és parás küzdelem zajlott a Vamav pályáján, mindkét csapat egy-egy gólt ért el, majd a véghajrában Kis István, a Vamav gólfelelőse eldöntötte a mérkőzés sorsát.
A 2-1 arányú Vamas siker egyben az első osztály aranyérmét és egy újabb bajnoki címvédést hozott a vasgyári csapatnak. Idén ősszel először rendeztek kiemelt Bozsik utánpótlás labdarúgó programot, a pálya ezúttal az U11-es korosztályé volt a sportúti pályán. A Magyar Labdarúgó Szövetség kiírásában az őszi programban Gyöngyösön először rendeztek kiemelt Bozsik programot az U11-es korosztály részére. A házigazda gyak szervezésből mindent megtett a jó program érdekében, amit a nagyszerű vasárnap délelőtti időjárás tovább fokozott. A régió vezetője Nagy György Gábor elmondta, az északi régió tehetséges fiataljait lehet ezeken az eseményeken egy helyszínen megfigyelni, illetve a hétközben elvégzett szakmai munka is elárulja a gyerekek felkészültségét. Az északi régióban tartozó körzetközpont csapatai játszanak ezeken a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, mert mind színvonalában, mind rendezésében minden torna maximálisan azt szolgálja, hogy a gyerekek minél magasabb szintre juthassanak. És azt gondolom, hogy a mérkőzésekkel majd lehet látni, hogy ezek a kis gyerkőcök milyen parázs mérkőzéseket tudnak egymással játszani. Ahogy említetted, ez egy régió, tehát itt van az a lehetőség, hogy most úgymond nem a szomszéd kis településekkel találkozunk, hanem honnan érkeztek a csapatok? Igazából azért északi régió, mert nagy részt borsodi klubok vannak, egyesületek vannak, illetve innen Heves megyéből a 60 és a Gyöngyös képviselő, ugyanis ez a két körzetközpont van, meg a Heves a harmadik körzetközpont, és úgy vagyunk mi ez a három körzetközpont Heves megyéből, és a többiek pedig Borsod megyéből vannak. Felső Zsolca, említhetném például Felső Zsolcát, ahol évek óta nagyon-nagyon jó utánpótlás nevelés folyik, Encs, tehát azok a csapatok, akik közvetlenül a tehetségközpontok alá tartoznak. Ugye nyilvánvalóan itt rengeteg szakember lesz, megfordul, nézik az ügyes, tehetséges gyerkőcöket, hogy kik azok, akik arra érdemesek, hogy beigazoljanak tehetségközpontba, majd később az akadémiákra. A helyszíneken már több scout figyeli a tehetségeket, és egyre több név kerül be abba a bizonyos noteszba, ami egy magasabb szintre lépés lehetőségét rejti, tudtuk meg Niklő Gábortól, a régió vezetőjétől. Innentől kezdődik a megfigyelésünk. Nekünk is vannak olyan kollégáink, akik scoutolják ezeket a mérkőzéseket, figyeljük a tehetséges játékosokat, nyomon követjük. Az Egernek tulajdonképpen az lenne a célja, hogy ha eljut a játékos abba a korosztályba, hogy középiskolát választ, akkor próbáljuk beirányítani Egerbe, és hogyha az adott korosztályba esetleg kiemelkedik, akkor a célunk az, hogy a piramis csúcsára, Diósgyőrbe eljutassuk a tehetséges labdarúgóinkat. Az elmúlt évhez képest változás történt a lebonyolításba is, idén már csak egy korcsoport alkothatta az adott forduló napján a küzdelmeket a pályán. Együtt rendezték az U11-et az U13-mal, ugye volt olyan, ott kevesebb csapat volt, itt viszont azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, mert egy olyan pörgős rendezvény vagy esemény ez, hogy U11-es korosztály, és mindenki játszik folyamatosan, tehát nincs olyan csapat, aki pihen, tehát ebben a két óra hosszában, két-két és fél órában minden gyerkőc fotballozik folyamatosan. Mindenki játszik, és csak pályát fognak cserélni, és a végén vannak úgymond helyosztó mérkőzések, de az eredmény nem számít, csak azért, hogy a mérkőzés szám és a játékpercek száma meglegyen, mert megvan az a minden korosztályban, mennyi játékpercet kell egy gyerkőznek a pályán tölteni, és ahhoz kell igazítanunk a sorsolást. A kiemelkedő tehetségek folyamatos helyen voltak és vannak a pályákon, csak észre kell őket venni, és a helyes útra terelve jó szakmai támogatással ellátni őket. Vannak-e kiemelkedő tehetségű játékosaink most, a mostani generációra gondolok elsősorban, akikre nagyon oda kell figyelni, és tényleg jó szakembert, jó környezetet mögé téve, akár újra tényleg élvonalbeli játékosokká hozni őket, hiszen most azért Gyöngyösről is kikerült egy pár játékos, Egerből is kikerült egy pár játékos, aki már ma, inap is ugye aktívan játszik NB1-be. Igen. Hát itt a hét körzet közül talán pont a Gyöngyöst emelném ki, aki NB1-es játékosokat nem ült az elmúlt időszakban, illetve jelenleg is a Honvédnál korosztályos válogatott játékosai vannak. Én azt gondolom, hogy a többi körzetközpont számára ez egy példamutató munka. Ez a környezet, ami itt van Gyöngyösen, illetve most már elmondhatjuk, hogy mindenhol, ahol ezek a körzetközpontok vannak. Én azt gondolom, hogy az MLS részéről minden adott azért, hogy a gyerekek megfelelő képzésbe részesüljenek, megfelelő számú edzés kapjanak. Az intézményi programmal párosítva, én azt gondolom, hogy ha délelőtt is kap a labdarúgó egy testnevelés órán belül egy labdarúgó edzést a játékos, illetve délután megkapja az adott egyesületnél, akkor azt gondolom, hogy sokkal többet tettünk le már az asztalban, mint az elmúlt években. Hát tehetséges játékosok tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mindenhol vannak.
az, hogy azok, hogy hoz tudunk hozzányúlni, és hogy tudjuk őket fejleszteni, az egy nagyon fontos kérdés, de azt gondolom, hogy ezekkel a két hetente lévő, vagy talán hetente is vannak már ezek a foglalkozás, ezekkel egy picit többet tudunk adni a gyerekekkel. Arról nem beszélve, hogy az őszi, téli és a tavaszi táborokkal még többet kapnak ezek a játékosok. A Sportúti futballbázison 8 csapat játékosai 4 pályán egy időben rúghatták a labdát az októberi napsütéses vasárnap délelőtt. A gólok és a győzelem jó érzéssel töltötte el a fiatalokat, és büszkeséggel a szülőket, akik szorgalmasan hozzák a gyerekeket a sportpályákra. Az őszinte futball szeretetét itt még mindenki hordozza magával, ami új reményeket ad a közeli és távoli jövőt illetően a magyar labdarúgás tekintetében is. Farkas Ádám profi labdarúgó játékvezetővel beszélgettünk, aki az elmúlt években sok sérülést szenvedett, és ennek szerette volna elejét venni. A hogyanról és a miértről a most következő percekben Farkas Ádámmal beszélgetünk. A futballpályán ma már egyre kevesebb a bekiabálás arra vonatkozóan, hogy gyengék vagytok, nincs erőtök. Ezért nem csak a labdarúgóknak, hanem a játékvezetőknek is sokat kell tenni az úgynevezett nyári vagy a bajnokság idején, a hétközi felkészülési időszakban is. Farkas Ádám gyöngyösi kötődésű profi játékvezetőt az elmúlt egy évben sok olyan trauma érte, ami nem segítette a folyamatos felfelé ívelő pályafutását. Elsősorban a sérülések találták meg Ádámot, aki igyekezett segítséget hívni, hogy újra régi lehessen és régi formáját tudja hozni a pályán. Sajnos az utóbbi években több alkalommal is sérülést szenvedtem. Viszont ez az év, ez egy kicsit extrém volt ebben a tekintetben is, mert nem csak sérülés akadt, hanem koronavírus betegség, baleset, majd lágyéksérv is elért, úgyhogy műteni is kellett sajnos, illetve mindezen dolgok mellett rájöttem arra, hogy nem leszek már fiatalabb, elmúltam 40 éves, és úgy éreztem, hogy szükségem van egy szakember segítségére a fizikai felkészítésben. A Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezető bizottságának van két szakember, aki felelős a fizikai felkészítésünkért, de velük nem vagyunk napi szinten kapcsolatban. Az összejöveteleken, edzőtáborokban velük dolgozunk, és a rehabilitáció során nyilván az ő segítségüket is kértem és kaptam, de ugye a távolság miatt indokolt volt, hogy helyben keressek valakit, és hát mégis a keresgélés az azt lehet mondani, hogy sikeres volt, meg szerencsés, így a nyár végén elkezdtünk együtt dolgozni Németh Tamás Totóval, és ez a munka ez a mai napig tart, és úgy néz ki, hogy van is eredménye. Németh Tamás sok szép élményt okozott a Hedó Bébron gyöngyös játékosaként. Tamás pályafutása alatt az iskolapadot sem került el, és a testnevelési egyetemen szerzett diplomát, amit saját tapasztalataival együtt ma már több fronton is hasznosít. Tamást kicsit meglepte Farkas Ádám megkeresése, de szívesen vágott bele a közös munkába. Nem számítottam rá, de úgy gondolom, hogy amúgy nagyon-nagyon jó dolognak tartom, hogy betekintést nyertek a labdarúgásban, még hogyha így a játék vezetés részéről is beszélgessünk. Úgyhogy köszönöm a bizalmat. 2 hónapja megy már a munka, úgyhogy tök jól működik minden. Én úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Majdnem egy 200 napos kihagyás után tértem vissza az NB1-be. Februárban volt az utolsó mérkőzésem, és ebben a bajnokságban bekapcsolódtam először egy NB2-es meccsel, utána 3 NB1-es meccset vezettem, illetve ősztől, illetve videóbíróként, tartalékjátékvezetőként is sikerült visszakerülni a vérkeringésbe. Volt külföldi mérkőzés is egy alkalommal tartalékjátékvezetőként, illetve egy alkalommal a Konferencia Ligában egy csoportmérkőzésen játékvezetőként tevékenykedtem. Lehet azt mondani, hogy most már újra a régi jó erőben érzed magad, vagy sokkal stabilabban érzed magad, és akár újra előtt az az érzés, hogy várod már a hétvégi küldéseket? Hát én nagyon mélyen a szakmai elemzésben nem bocsátkoznék, mert ez a szakembernek az asztala, meg a feladata, de érzem a jó tékony hatásait, a
a közös munkának, illetve az edzéseket is várom, közös edzéseket. Ugye ezt megelőzően, ahogy említetted, vagy a párommal dolgoztunk együtt, vagy legtöbbször egyedül. Teljesen más úgy, hogyha valaki kontrollálja, meg megtervezi az edzéseket, és igen, szerencsére most nagyon jó erőben érzem magam. Németh Tamás tréner elmondta, Farkas Ádám profi hozzáállása kiemelkedő, és elsősorban a minél jobb kondíció javításán dolgoznak együtt. Főleg a kondícióján kell dolgoznunk. Mentalitása nem nagyon van kivetni való, mert tényleg egy teljesen professzionális felfogású emberről beszélünk, úgyhogy nekem őt motiválni sem mennyire se kell, maximálisan becsületesen végrehajt mindent, szóval én úgy gondolom, hogy egy tök jó kapcsolat a miénk. A jó kapcsolatot és a közös munka első gyümölcsét Ádám a kötelező felmérések őszi tesztjének sikeres teljesítésének tekinti. A két sportbarát már azt is eldöntötte, hogy a jövőben továbbra is együtt dolgoznak és segítik egymás munkáját. Az NB3-as futsal bajnokságban újabb sikert élt el a Jászárok Szállás csapata, ezúttal az Eger együttesét tángalt el alaposan, 14-8-ra győztek a jászságiak az Eger ellen. Az NB3-as futsal bajnokság északi régiójában a Jászárok Szállás az Eger csapatát fogadta. A mérkőzés a Dr. Fejes András sportcsarnokban került megrendezésre, ami idén is az árokszállási csapat hazai bázisának számít. A találkozó előtt a csapatok kapitányait kértük fel esélylatolgatásra. Komolyan veszük a mérkőzést és szeretnénk győzni. Nekünk elsődlegesen ez egy csapatformálás jellegű ez a bajnokság. Leginkább az edzők játszanak ebbe a csapatba és néhány ifistával vagyunk kiegészülve. Pontosan azért is van, hogy nem tudunk időbe érkezni, hogy edzést tartanak a fiúk. Attól függ, hogy mennyire fáradtak majd, akkor kiderül, hogy milyen eredményt tudunk elérni. Az, hogy most már ezt NB3-os futsal bajnokságnak nevezik, ez hogy látod, mennyire komolyodik ez a futsal ebből a szempontból, és szélesedik a bázis, vagy azért még ez még mindig a mondjuk így a jókedv kacagás helyszíne? Én úgy gondolom, hogy ez már nem a jókedv és a kacagásnak a helyszíne. Én nagyon régóta futszálzom, én nagyon szeretem ezt a sportágat. Az utóbbi időben pontosan azért is hozták létre, ugye még tavaly, meg tavaly előtt regionális bajnokságnak hívták ezt a harmadosztályt, mert széles körre nyílt, akik futszáloznak, és igenis sokkal színvonalasabb a másodosztály, és az, hogy most NB3-nak nevezik, talán több játékost motiváltabbá tesz ebbe a kérdésbe, de szerintem a legfőbb cél az, hogy aki mondjuk ezt megnyeri, és innen feljut a másodosztályba, szintén egy jó játékerőt fog képviselni. A Jászárok Szállás csapat az elmúlt három fordulóban nem talált legyőzőre. A mai mérkőzést is jó hangulatban és optimistán várta a csapat, tudtuk meg Szabó Balázs csapatkapitánytól. Mindig a győzelemben reménykedünk, nem ismerjük annyira nagyon az Eger, milyen játék stílust, milyen erősséget képvisel, de egy-két neveket azért már ismerünk belőlük, viszont a meccsen kiderül, hogy ki fog nyerni, reméljük, hogy mi is. Vagy mi fogunk győzelemmel. Úgy tudom, hogy sokan focisztok a megye első osztályú felnőtt nagy pályás csapatba. Hogy sikerült a hétvége, és ez mennyire nyomja rá mondjuk egy-egy ilyen estére a bélyegét, ha jó sikerül azért, ha kevésbé jó sikerül azért? Most hétvégén Szajol ellen játszottunk és nyertünk, úgyhogy ez mindenképpen pozitív a mai meccsre tekintetően, mert egy önbizalommal teljes győzelemmel zártuk a hétvégét, és reméljük a mai napon is folytatni fogjuk. A piros mezben futballozó árokszállásiak ezen az estén sem okoztak csalódást. Szabó Balázs csapatkapitány révén már a második percben megkezdték a gólgyártást, és a hetedik percben már 4-0-ás vezetést mutathatott az elektromos eredményjelző berendezés. Az Eger mondhatni ekkor ébredt fel, és a szünetre 5-3-ra módosította az állást. A jászsági fiúk nem fáradtak bele a mérkőzésbe, és a szünet után újabb 9 góllal terhelték meg az egriek kapuját, míg az ellenfél erre 5 alkalommal tudott válaszolni. A gólzó hatagos mérkőzésen 14-8 arányban megérdemelten nyert a Jászárok Szállás, akik 4 fordulót követően töretlenül vezetik a tabellát. Műsorunkat folytassuk egy olyan világbajnokságon járt szenior birkozóval, aki valószínűleg ritkán kerül képernyőre, de akkor igen, tartalmas mondanivalója van.
Következik Zsirka Szabolcs, aki a közelmúltban tért haza Albániából, ahol szenior világbajnokságot rendeztek birkozó sportágban. Szeptember 7-én volt a magyar bajnokság, ott 62 kilóba indultam idén. Több okból kifolyólag, kötött fogásban magyar bajnok lettem, szabadfogásban második lettem, illetve amit még itt elmondok, hogy szabadfogásban magyar bajnok a Deneter Tamás lett, aki most Tanácson folytatja a birkózást, tehát gyakorlatilag ő is Gyöngyös hírnevét öregbítette ezzel. Ez volt az egyik lépcsőfok, a másik az, hogy sok-sok edzés egész évben. Tehát tavaly, amikor beszéltünk októberben, akkor gyakorlatilag utána egy-két hét pihenés után megkezdődött nálunk az alapozás, illetve a felkészülés. Ez hogy nézett ki? Heti hány edzés, hány órádat foglalt le? És hol tudtad ezt megvalósítani? Hát tavaly október 7-e után, a magyar bajnokság után döntöttünk úgy a Demezer Tomival, hogy sajnos el kell hagynunk Gyöngyöst, mert itt semmilyen feltétel nem adott ahhoz, hogy birkózni lehessen, főleg, hogy eredményt elérni. Először Adácson birkóztam, mert ott fogadtak be hirtelen, aztán utána elkerültem Egerbe, majd végül Kecskemétre. Az edzés felkészülés az úgy nézett ki, hogy hetente kétszer-háromszor Egerbe jártam le edzésre, és heti egyszer Kecskemétre jártam le edzésre. Aztán szeptembertől pedig beindultak Pesten a válogatott keretedzések is. Volt-e lehetőség arra, hogy kifejezetten külföldi versenyző ellen birkozzál? Pontosan azért, hiszen ez egy világbajnokságot, azért egészen más kvalitású emberek érkeznek más országokból, és szerintem az mindig hasznos, hogyha egy kis nemzetközi tapasztalattal tudsz odaérkezni egy ilyen szintű versenyre? Sajnos nem, mert az a baj, hogy tehát a veterán birkózással szövetségi szinten nem nagyon foglalkoznak, örülnek, hogy vagyunk, de elismerik az elért eredményeket, aztán ott kimerült az egész. Hát Kecskeméten volt lehetőség sok emberrel, több emberrel birkózni. A mostani veterán válogatottnak az edzője, a Dajka Zsolti, aki idén lett kétszeres világbajnok, ő tartja lent nekünk az edzéseket, és ilyenkor úgy néz ki, hogy az országból, mindenhonnan, aki affinitást érez arra, hogy vénkorában is birkózzon, jön le, és edzünk, birkózunk, nyomjuk keményen. Akkor lehet ezt mondani, hogy Kecskemét egy jó bázisa ennek a sportágnak ebben a korban. Ahogy közeledett az esemény, hogy érezted magad forma szempontjából, mire kellett még nagyon figyelni? Gondolok itt arra az étkezésre esetleg, hogy kellett-e figyelned, a súlyodat hogy tudtad tartani? Gyakorlatilag Kecskemét lett a bázisunk, mert ilyenkor összeverődik mindenki, és birkózunk, illetve jó társaságban vagyunk. Sajnos a magyar bajnokságra szeptemberben már úgy mentem, hogy előtte összeszedtem egy gerinc problémát, egy gerincsérülést, úgyhogy az nagyon rápecsételte a felkészülésre is a sorsot. Gyakorlatilag innentől kezdve azért küzdöttem, hogyha egy héten egy-két edzésre el tudok menni, vagy elmerek menni, utána talpon tudjak maradni. De megoldódott ez a probléma. Súlyra nem kellett figyelni, mert ha nem is tudatosan, de idén már súlykolták belém, hogy 70 kilóról menjek le 62-re, mert az lesz igazándiból az én súlycsoportom. 70 kilóba, mint hogy köztudott, 75-76 kilóról szoktak lefogyni, tehát jóval erősebbek voltak az ellenfelek, mert én mindig 65-tel mérlegeltem be, tehát nagyon könnyű voltam. Illetve hát a sérülésből kifolyólag is ment le a súlyom, úgyhogy a súly problémával nem volt gond, mert hát idén 60 kilóval se mérlegeltem be a 62-be, tehát megint én voltam a legkönnyebb, de azért az erőszint itt jobb volt, mint a 70 kilóba lett. Hogy nézett ki a világbajnokság maga? Megérkeztetek, meg volt a sorsolás, mit éreztél akkor? 4-től 10-ig tartott a világbajnokság, hát nyilván először szabadfogással kezdte a versenyt. Ez 3 napig tartott, mi csütörtökön érkeztünk. Sajnos idén sem úgy, hogy minden az egész csapat együtt ment, hanem ki, ahogy tudott, autóbusszal, volt, aki repülővel, illetve volt, aki saját kocsival érkezett meg. Bulgáriába, Plovdivba. Eredetileg Szófiába lett volna a világbajnokság, de a szervező a helyi választások miatt jobbnak látta, hogyha egy kicsit eltávolodunk a fővárostól.
Plovdivban volt. Hát egy Bulgária azért azt mondjuk ki nyugodtan, hogy a birkozás ős hazája, vagy egyik. Igen. Én megdöbbentem, mert egy olyan sportcsarnokban volt most idén a VB, ami bármilyen világversenyen megállja a helyét, tehát viszonylag új, egy 5-6 évvel ezelőtt építhették, és tényleg fullos volt a sportcsarnok. Három szőnyegen zajlottak a versenyek, mi csütörtökön, illetve én csütörtökön érkeztem repülővel, szombaton volt a versenynapom. Hála Istennek a súllyal nem voltak problémák, tehát így a szállodába ehettem normálisan, végig ettem a helyi étlapot, megismerkedtünk a különböző gasztronómiai különlegességekkel is. Mikor tudtad meg, hogy kikkel fogsz birkózni? Esélyeket láttál, amikor tudtad? Szombat reggel gyakorlatilag a mérlegelésnél, illetve amikor már kész volt a sorsolás. Előtte is kész volt, de én nagyon nem nézegetem, mert nem akarom stresszelni magam. Tehát szombat reggel tudtam meg. 9-en voltunk benevezve, 9-en indultunk. Hát én nem gondoltam magam úgymond esélyesnek, főleg ilyen háttérrel, hogy indulás előtt még 2-3 nappal az sem volt biztos, hogy ki tudok menni. Végül is harmadik helyért kellett volna birkóznom, illetve lehetőségem lett volna a bronzért birkózni, de sajnos nem jött össze a bronzére, így az 5. helyen zártam a versenyt. Kikkel birkóztál ténylegesen, milyen nemzetiségek? Finnel és svéddel. Hát mert a finn az ráadásul a világbajnok, illetve többszörös veterán világbajnok a súlycsoportban, de adott nekem egy jó nagy lökést, hogy van hova még fejlődni. Azóta szerencs, hogy előtte nagyon nem láttam, hogy kivel fogok birkózni, mert lehet, hogy le is fordultam volna a szőnyegről, mert azért fizikálisan sokkal jobb állapotban volt nálam. Ez életemnek az egyik legnagyobb lehetősége és legnagyobb eredménye volt eddig, amit elértem, de remélem, hogy innen van még fejlődés, mert a csoporttársak rugdosnak, tehát magyarán szólva ők rögdösnek előre. Biztosnak. Igen. Idén is úgy volt, hogy én nem nagyon akartam kimenni ezzel a sérüléssel, de a többiek azt mondták, hogy meg ne tudják, meg megvernek. Egyébként hogy tudod egy kicsit áthidalni, mert ez egy komoly gerincsérv, amiről beszélgetünk, csak te még nem mondtad ki. Mit tudsz ilyenkor csinálni? Vannak-e speciális sérvkötők, vagy bármi olyan, amivel ezt időszakosan mondjuk érzéstelenteni tudod? Van. Különböző fájdalomcsillapító kombinációk, szteroid injekció hátra be a gerinc mellé az izomzatba, illetve hát rengeteg gyógytorna napi szinten többször, 2 óránként, ahogy az idő engedi, nyomatom a gyógytornát, ezt a Benemáté félét, illetve a McKenzie-t. Akkor indulás előtti 2 hétben szinte minden nap voltam gyógymasszörnél, akkor BMR terápia, fizikoterápia, mágnes karikába kellett feküdni, hogy egy kicsit úgy helyrehozzanak. Tehát nem volt egyszerű. Komoly rehabilitáció előztem ott, tehát a világbajnoki szereplésedet. Hány éves vagy most, és meddig tudod még ezt a korcsoportot képviselni? 53-at töltöttem idén, hát remélem még elméletileg 7 évet birkózhatok, remélem, hogy gerincia miatt fogom tudni csinálni. Hát most azon vagyunk, hogy orvostól orvosra járkálok, hogy ki meri felvállalni azt, hogy igen, rendbe tudja hozni, úgyhogy utána sportolni lehessen. Ez nagy kihívás, gondolom. Egyébként mostanság, mióta hazajöttél a világbajnokságról, voltál már edzésen, akár csak kocogni is, vagy bármi hasonló relax dolgot csinálni? Nem. Most még ebbe az évbe úgy döntöttem, hogy pihi van, illetve a rehabilitációra fektetjük a hangsúlyt, tehát hogy megpróbáljam a gerincet minél jobban felkészíteni a következő évre. Tételezzük fel, optimális a helyzet, mi az elképzelésed hosszú távon? Kecskemétre lejárni, esetleg Gyöngyösen találni egy ideális helyszínt vagy a környékben, mert gondolom az sem mindegy, hogy napi 100-150 km-t kell megtenni. Hát felkészülés zömében heti 5-600 km-t azért levezettem, mert akár 2-3 Eger, 1 Kecskemét, utána amikor bejött a pesti edzés lehetősége is. Nem tudom, az a baj, hogy Gyöngyösen itt biztos, hogy nem lesz olyan helyzet, vagy lehetőség, hogy felnőttekkel tudjak készülni, illetve... Nincs szőnyeg, nincs edző, vagy pedig mi hiányzik? Szőnyeg az lenne, úgy tudom, hogy megvan még. Edző nem tudom, hogy van-e. Az a baj, hogy ahhoz, hogy itt Gyöngyösen a birkózás igazániból beinduljon, frissítésre lenne szükség. Tehát olyan edzőre, aki nem
az öreg korosztályba tartozik, hanem esetleg középkorosztályba, akitől lehet még újat tanulni, aki a napra készen ismeri a birkózás technikáit, tehát szerintem most ez itt nálunk megvalósíthatatlan. Visszaforgattam a kérdést, te gondolkoztál-e azon, hogy edző legyél így Gyöngyösen, felépítsed a fiataloknak ezt a nagyszerű sportágat, illetve nyilván saját magadat is képzed ezáltal? Gondolkoztam, illetve lett volna rá lehetőség, de nem éltem vele, mert nem tartom magam olyan szakembernek, aki sikeresen tudná képviselni ezt a vonalat, aztán inkább azt mondtam, hogy megmaradok csak a sportolásnál, versenyzésnél. Illetve hát eleve annak idején 2019-ben ilyen szándékkal kezdtem újra a virkózást a mozgás öröme miatt. Illetve, hogy hát ha a fiataloknak tudok egy kis példát mutatni, hogy 50 fölött is van még élet. Kedves nézőink, ez volt már a Sporthét. Stábunk valamennyi tagja nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!